Sziasztok! Sziasztok, mi a Gaming srácok vagyunk, és a mai videóban be fogjuk mutatni a Botinak az eddigi cross motorjait. Igen. Tehát akkor kezdjük is. Én úgy nevezzük, hogy kicsi motornak. Nézzük, hogy... Nézzük a kicsi motort. Mi mit lehet róla tudni? PV50-es Yamaha, automata váltós motor. Különösebb dolgokat még akik ugye tudják, hogy a biciklinél hogy működnek itt. Igen. A fékek. Ezt itt fordítottja, ugye? Mutatom, itt fordítva van. Jobb oldalon, ahol a gázt húzod, itt van a első fék. Itt a bal oldalon pedig van a hátsó fék. Bizony. Igen, igen. Igen? Még kéne? Hát igazából... Gyere, nézd, ugye... Itt kell berúgni, ugye? Itt kell berúgni, itt van, ez amúgy eleve így van. Ezt be kell, ki kell nyitni, és akkor már be lehet rúgni. Ugye hát... Még annyit szerintem, hogy elég jó neki a felfüggesztése, igen. Meg itt a gumik is elég ugye crossosak. Igen, igen. Na, és akkor tűnjünk ide egy picit vissza, ide a motor elejéhez. Na, pontosabban, Boti, mikor is kezdted ezt a motorozást? Pontosabban 5 éve kezdtem ezt a motorozást, belvéval nagyot is. Ezzel a kicsi motorral 3 éve kezdtem motorozni, és... Hát igen, 3 éve kezdtem elmotorozni, nekem ez már pici, de megmutatjuk, hogy a 12 éves gyerek, 157 centis, hogy néz ki rajta. Hogy néz ki rajta. Nézzük. Na akkor egy picit itt arrébb megyek, mindig itt Boti szépen ráül, és hát nézzük is teljesen úgy, mint ahogy mész vele, mutassuk is meg. Ugye a Botinak ez már sajnos kicsi. Így lehet, és akkor egy berúgást nézzük is, hogy azért a hangja. Itt van a benzincsap. Várjál, mutatom. Még mutassuk meg. Itt a benzincsap, be kell állítani, fölfele. Tehát az itt. Ott a benzincsap. Igen. Itt van a szivató. Felhúzzuk, és itt van még a 3 lehetőség. Startra kell elindítani, aztán átlakjuk ránra, hogy el tudjunk indulni. Köszönök egy start. Csak egy sima kis indítás, kis barátságos kis indítás. Nézzük. Motornak igazából ilyen lett volna az indító hangja. Amikor elindul, akkor sokkal nagyobb a hangja. Hát nyilván igen, amikor elindulsz vele. És akkor kezdjünk is a mostani motorodra. Erről mit kell tudni? Erről, hogy egy PV80-as, úgy szintén Yamaha. Ez már nem automata váltós, ez már három sebességű. Itt van. Ez itt a váltója. Ezt lehet följebb, lejjebb, és ennek ugye itt van a benzincsap. Itt van, ezt off-on van, és onnan át kell rakni, szóval ezt le kell csavarnunk idáig. Bal kézzel elég az, hogy... Na, onnan. Aztán ennek viszont nem úgy, mint a kicsi motornál, ennek itt van a szivatója, ezt föl kell állítani, hogyha nagyon nem akar beindulni. És hát igen. Igen, ennek is nagyon jó a felfüggesztése. Ja, amúgy tényleg nagyon jó. Igen. És akkor igazából... És nézzük meg ezen a 12 éves gyereket. Ja, és ugye itt még valami itt nincs itt, ami hát az igen, előző motoron még mondani. Ott van. Ugye itt ugyanúgy, úgy szintén, mint a kis motoron, első fék. Viszont itt már hiányzik a hátsó fék. Ami? Jó, hol van a hátsó fék? Átjössz ide, és hát igen, itt van. Majdnem úgy, hát ugyanabb van, mint a váltó, csak a másik oldalon. Ugyanott van, és ezt, hogyha lenyomjuk, akkor lesz. Ugye itt a fék. Ez itt meg itt. Ez itt meg a, ugyanúgy a berúgó. És akkor nézzük is meg ennek a hangját. Ennek már jobb lesz a hangja. Picit jobb lesz, de azért nagyon túráztasd, de ennek egy picit már nagyobb hangja lesz, ezt annyit elmondok. Na. Hát igen. Hát igen. Na. Aki ilyen volt a hangja. Ennek már sokkal jobb a hangja. Már jobban tetszik, igen. És akkor nézzük is meg gyakorlatban, hogy is ülsz rá. Vagyis hát 157 centis gyerek, hogy áll. Meg
12 éves, igen. Ja, 12 éves, hát, de hát ez most nem korfüggő. Na, ahogy látszik, szerintem Botinak ez most ő teljesen ezt kimaxolja ezt a méretével. Igen, már ennél is nagyobb kéne nekem, de... Hát majd lesz is a jövőbe, ugye? Igen, tehát Botinak szerintem most ez az, amikor teljesen kitölti a lába, a keze, hogy űr rajta, szerintem igen. Ez is ugyanez, hát ugye aki mindenkinek ugye feltűnt, ugye itt a tank, ugye ott is a kicsinek, mármint ott a kicsinek. Igen. Szerintem ezt mindenki tudja. És még egy annyi érdekességet, ja igen, mindent le kell lofolni, el lefolyni itt a benzin. Még annyi érdekességet itt mutassunk, hogy ugye ezek olyan elemekből vannak, tehát itt a sárvédő, meg minden, ami ilyen nagyon kemény műanyag, ami így bírja ezt a hajlást. Hogyha például elesel vele, akkor lehet, hogy egy picit így megferdül, de azt így vissza lehet egyenesíteni. Tehát ilyen nagyon jó kis anyagból vannak ezek. Hát szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Igen, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel. Sziasztok!